Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az előzőhöz azért hozzátenném, hogy én tanítom is, tehát nem tudom, hogy most ez akkor rosszat jelent, vagy nem, de minden esetre ez is benne van a dologban. Igen, tehát a fehérvári kötődés az valóban, tehát én itt születtem, és a 60-as, 70-es években laktunk Fehérváron. Ezen a tavon szerintem sokat korcsolyáztam, még amíg a klímaváltozás következtében már nem fagy be, gondolom ez sem olyan túl gyakran, de akkor még befagyott. Úgyhogy, és hát köszönöm szépen a meghívást. Egyébként én a BME-n, a villamosmérnöki karon dolgozom, a szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszéken, ott a tanszék logója. Ez a tanszék hát viszonylag sok mindennel foglalkozik, de egyik téma az a nagyfrekvenciás hullámterjedés, nagyfrekvenciás elektronika, műholdas kommunikáció. Úgyhogy ez a mai előadás, amit megpróbálok egy órában befejezni, hogy nehogy túlságosan igénybe vegyem a hallgatóságnak a türelmét, ez igazából arról fog szólni, hogy az Európai Űrügynökség jelenleg milyen hullámterjedési méréseket végez, és ebbe a mi tanszékünk hogyan kapcsolódik be. Egy pár szót még a tanszékünkről, annyit mondanék, hogy biztos már azért sokan hallottak róla, hogy a tanszékünk tulajdonképpen Magyarországon hagyományosan az űrkutatásnak az egyik ős hazája. Ugye most már több mint 40 éve folyik a környékünkön űrkutatási tevékenység. Egy pár példát mondok, tehát mondjuk a Vega szonda, az a heliüstökösnek a vizsgálatára szolgált még a 80-as évek elején, 70-es évek végén. Aztán utána a Rosetta programban a Rosetta leszállóegység, a Philae leszállóegységnek egy központi részét fejlesztettük a tanszéken. A mostani időkben például, vagy egy kicsit régebbre visszamentve mondjuk a MASZAT és a környéki fejlesztések szintén a tanszékhez kötődnek. December 3-án állították pályára az EZEO kisműholdat, egy ilyen 50 kg tömegű műhold, ami az Európai Űrügynökségnek egy diák műholdja, abban is részt veszünk. És amiről most szó lesz, az ESA-nak az Alphasat programjában, ami hullámterjedéssel, illetve műholdas kommunikációval foglalkozik. Úgyhogy itt van egy ilyen kis tartalomjegyzék, hogy miről szeretnék beszélni. Tehát először megmutatnám ezt az Alphasat műholdat, hogy tulajdonképpen ez pontosan micsoda. Utána egy picike ilyen hullámterjedési áttekintés lesz, remélem, hogy nem fog senki megharagudni érte, ami főleg a milliméteres hullámhoztartományra vonatkozik. Tehát ugye a hullámterjedés az nagyon szerteágazó dolog. Ugye a rádióamatőrök egész más szempontból, vagy más szemmel néznek a hullámterjedési problémákra általában, mint azok, akik ilyen több gigahertz, több 10 gigahertzes frekvenciával dolgoznak. És akkor két kísérletet megmutatnék, ami az Alphasathoz kötődik, mind a kettőben a tanszékünk részt vesz. Tehát először az Alphasat műholdról, hát egy pár dolgot ide felsoroltam. 2013-ban állították pályára az Alphasat műholdat, ez az európai műholdak közül, telekommunikációs műholdak közül a legnagyobb, amit valaha készítettek. Ez geoszinkron pályán van, ugye ami nagyon hasonlít a geostacionáriushoz, de ugye a geostacionárius műhold az pontosan egyenlítői síkban kering. A geoszinkron az egy picikét ettől eltér, van egy kis szög, amit bezár az egyenlítői síkkal, emiatt, hogyha egy földi pontból vizsgálja az ember, akkor egy ilyen kis 8-as ír le a műholdnak a pályája, majd ezt hamarosan egy kis szimulációval megmutatom. Tehát ez egy geoszinkron műhold, és a tulajdonosa az Inmarsat, ugye az Inmarsat az egy nagy telekommunikációs cég, aki műholdakat gyártat, üzemeltet és szolgáltatást biztosít a műholdakon keresztül. Ezen tipikusan ez a Beacon szolgáltatás fut, Broadband Global Area Network-nek a rövidítése, vagyis műholdas telefonszolgáltatás. Tehát ahogy itt ezt a fényképet
megnézzük, tehát itt az óceán közepén egy hajón valaki lerak egy ilyen sárga bőröndöt, és onnantól kezdve van neki internetje, meg telefonálni is tud. Tehát ezt a szolgáltatást biztosítja. Az AlphaSat az tehát 25 fok keletre van, tehát nagyjából Afrika közepe fölött található, tehát teljes Afrikát, teljes Európát és a Közel-Keletet ellátja ezzel a szolgáltatással. Olyan 4000 dollárért lehet venni egy ilyen készüléket, hogy a percdíj az mennyi, azt nem tudom megmondani, biztosan nem nagyon kevés. Tehát ez az AlphaSat Mihold nagyon elég szép nagy. Egy picike videót, hogyha nézzünk meg, ez tényleg csak egy perc körülbelül. Hát ez csak egy animáció, ugye nem valódi felvétel, de ugye ez amikor elérte a végleges pályáját, akkor beállítják megfelelő pozícióba, kinyitják a napelemtáblákat, meg az antennát. Ugye ez a utolsó pályakorrekció, amikor eléri a végleges pályáját. Ugye kinyitják az antennát, hogy a 14 méter hosszú antennái vannak, és a kinyitható, bocsánat, 14 méter a napelem tábláknak a hossza, és az antenna átmérő az meg 12 méter, tehát azt is látszik, hogy hogyan nyitották ki. Ugye ez a kereskedelmi célú szolgáltatásnak az antennája. És hát több mint 6 tonna volt a műhold, amikor pályára állították, ugye üzemanyaggal együtt, úgyhogy elég szép nagy. És viszont azon kívül, hogy a műholdon van egy fizetős szolgáltatás, azon kívül az Európai Űrügynökség és az Inmarsat együttműködésével fölkerült rá 4 tudományos kísérlet. Ez a 4 tudományos kísérlet, ez itt fel van sorolva, van rajta egy lézerkommunikációs kísérlet, egy műhold és egy low earth orbit pályájú műhold közötti kommunikáció, tehát egy alacsony pályás műhold közötti kommunikáció. Ugye ez nem egyszerű dolog, mivel a low earth orbit pályán ugye elég gyorsan mozognak a műholdak, tehát ez valóban egy komplikált dolog. Aztán a Q és V sávú terjedés és kommunikációs kísérlet, amiről majd most fogok beszélni. Van rajta egy csillagkövető eszköz, vagy berendezés, tulajdonképpen ez egy kamera, egy képfeldolgozó szoftverrel, ami a csillagok állásából meg tudja határozni a műholdnak az aktuális pozícióját. Ugye ez egy helyzet stabilizálásra használatos eszköz. Tehát ez nem az AlphaSatnak a stabilizálására szolgál, ez egy kísérleti eszköz, amit majd valamikor fognak használni a közeljövőben. És van rajta egy sugárzás monitor berendezés is, ahol a geostacionárius, geoszinkron pályán mérik a sugárzást, illetve az eszközöknek, tehát félvezetőknek a sugárzás állóságát tesztelik. Ugye látszik, hogy TDP 1685 van, eredetileg több kísérletet terveztek, a végén ez a 4 került fel a műholdra. Az, hogy hol van pontosan a műhold, azt biztos sokan ismerik az Orbitron nevű programot, ez egy ingyenes szoftver, amit le lehet tölteni az internetről, lengyelek fejlesztik egyébként, és ez gyakorlatilag bármilyen műholdnak az aktuális pozícióját megmutatja. Tehát ott ugye bejelöltem Székesfehérvárt, és az AlphaSat pedig ott van Afrikának a közepén, nagyjából, a közepe felett. Ugye megpróbálok kicsit belenagyítani, és akkor jobban fog látszani. Tehát ott van az AlphaSat, ugye majdnem az egyenlítő fölött, aktuálisan most éppen itt, 25 fok keletre, tehát a Greenwich-től kicsit keleti irányba tartózkodik, és hogyha itt most elindítok egy szimulációt, és így 60 percenként számítom a pályát, akkor látszik, hogy amiatt, hogy geoszinkron a műhold, ugye kicsikét fölle mocorog az egyenlítői sík alatt és fölött. Emiatt némi nehézséget okoz az, hogy követni kell a műholdat egy megfelelő eszközzel. Ugye nem annak, aki előfizet a műholdas szolgáltatásra, mert az onnan annak nincsen jelentősége. Viszont mi, akik hullámterjedési mérést végzünk,
Minket sajnos ez egy kicsikét zavar, tehát motoros műhold követést kellett csinálni, majd ezt fogjuk látni. Nyugodtan egyébként közben bárki nyugodtan kérdezhet, hogyha úgy gondolja. Tehát például itt felvetődhet az a kérdés, hogy miért nem tették akkor geostacionárius pályára a műholdat. Azért nem, mert ugye a geostacionárius pálya az egy kitüntetett pozíció, de a műholdak azok ugye nem maradnak ott az idők végezetéig, hanem a Földnek a gravitációs mezejének a változása miatt, meg a Hold gravitációs mezeje, meg a napszél, ez mind mozgatja a műholdakat, és kb. Két hetente a geostacionárius műholdakat vissza kell mozgatni a pozícióba. Most ez viszont olyan nagy ez a műhold, hogy, és 15 évre tervezik az élettartamát, ezért nincsen annyi üzemanyag 15 évre, hogy ott állandóan visszarakják a geostacionáris pozícióba. Tehát ezért hagyják egy kicsikét, hogy elmenjen a helyéről, és aztán visszateszik, de ritkábban. Tehát ezért ez csak geoszinkron pályán van. Igen. Elnézést, ezt a diát ezt nem tudtam kihagyni, ezt mindig a diákoknak is leszoktam vetíteni, mert ugye mostanában már a rádiókommunikációról lesz szó, nagyon sokan olyan természetesnek veszik, hogy a rádiókommunikáció az, hát az olyan egyszerű dolog, és hát megvesszük a berendezéseket, alkatrészeket, és minden működik, de hogyha visszagondolunk egy picikét, ugye az 1800-as évekre, az őskorra, vagy hőskorra inkább, akkor azért egészen más volt a helyzet, és de néha megkérdezem a diákokat, hogyha ők mondjuk herc helyében lennének, akkor hogyan detektálnák az elektromágneses hullámokat. Tehát most nem akarom itt a hallgatóságot ezzel vegzálni, de ugye talán biztos van, aki emlékszik a herc kísérletre, ugye az úgy zajlott, hogy tehát az 1880-as évek környékén volt, hogy szikráztatott szikrát elő tudtak állítani, és attól nem messze egy hurok antennát készített, aminek a két vége az nem ért össze, hanem nagyon közel tette őket egymáshoz, kis gömböcskékkel, és mikroszkóppal vagy nagyítóval nézte, és egy pici szikra átugrott a két gömböcske között, és ezzel detektálta az elektromágneses hullámokat. Tehát ugye annak idején nem volt más eszköz, és aztán amikor fejlődött a technológia, és azért tettem ide fel a Marconi-féle ábrát, ugye Marconi volt az, akiről azt mondják, főképpen, hogy az olaszok mondják ezt, mert ugye Marconi olasz volt, hogy ő az, aki az első igazi rádiókommunikációt csinálta. Ott baloldalt a fényképen látszik az adóberendezés. Tényleg a nagy újítás az volt, hogy ő már antennát használt, földelést használt, szikrainduktorral jelet generált, és 2,4 kilométeres távolságból tudta venni a jelet. Ugye az szintén azért az 1800-as évek végén az ugye nem volt olyan egyszerű dolog. Nem tudom, van itt olyan, aki a kohérerről hallott valamikor? Igen, vannak. Akkor ez megnyugtató, mert általában az egyetemen a diákoknak nagy része nem hallott róla semmit. De azért most gyorsan elmondom, hogy ez egy kis picike üvegcső, amit megtöltenek, annak idején vas reszelékkel megtöltötték, amibe két elektródát tettek a két végén, és ennek viszonylag nagy az ellenállása, de ha elektromágneses hullámok érik, akkor összerendeződnek ezek a vas részecskék, és elkezd vezetni, és ezzel lehet detektálni az elektromágneses hullámok jelenlétét. Tehát például a Marconi ezt csinálta, és tényleg 2,5 kilométerre tudott jelet átvinni. A pisztoly az azért van ott, mert a segédje elsütötte a pisztolyt, amikor hallotta, hogy megjött a jel, tehát végül is full duplex volt az átvitel, csak nem teljesen egyforma volt az átviteli csatorna. Tehát ugye akusztikus volt a visszajelzés. Itt van egy picike videó egy ilyen kohérerről. Ugye ott van az a kis üvegcsövecske, a két végén két ilyen rezonáns antenna, és egy telep, egy LED dióda sorba kötve, és picikét várni kell, de mindjárt egy szikrát fog generálni
a kísérletező. A szikrát azt egy ilyen konyhai gázgyújtóval fogja csinálni. Az egy kis jelet fog előállítani, és annak hatására ugye lecsökken a koherernek a belső ellenállása, és ki fog gyulladni a LED. Miközben itt zajlik a mutogatás, ugye a koherernek egy problémája van, hogy mikor bekapcsolt, utána nem kapcsolódik ki magától, tehát ugye akkor vezetővé válik. Tehát most látszik, hogy megnyomja a gázgyújtót. Ez a bajusz rajta, ez egy kis antennaszerűség, amit ő ráhelyezett, hogy megnyomta, kigyulladt a LED, és rákoppint egy picikét, és akkor elalszik. Na, hát ennyi volt. Ezt talán nem teljesen felesleges ezt megnézni. Na, de akkor most tényleg, most már a témára áttérve, egy picikét a rádióspektrumról szeretnék beszélni. Ugye ezt az Encyclopedia Britannicából vettem ezt az ábrát. Ugye ez nagyjából a mostani frekvenciákat mutatja. Ugye a nagyon alacsony frekvenciák baloldalt, VLF, illetve még van ELF is, az nincs rajta az ábrán. Azt általában víz alatti kommunikációra használják, például tengeralattjárók. És akkor, hogy megyünk fölfelé a frekvenciába, ugye hát ott vannak a televíziós sávok, azok mondjuk ilyen néhány száz megahertz frekvencián, aztán a fölött a műholdas televízió 10-12 gigahertz környékén, rádiócsillagászok még ennél nagyobb frekvenciákat is használnak, de nagyjából a technológia mai állása szerint hát műholdas összeköttetéseken 20 GHz fölé nem nagyon mennek. Amiről ma lesz szó, az fölé megy, de ez a jövőbe vetítődő kísérlet. Földi körülmények között ugye mindenki tudja, hogy mobiltelefonok 900 MHz és 1800 MHz körül üzemelnek, Wi-Fi 2,4 GHz. A mobiltelefon bázisállomások közötti mikrohullámú összeköttetések azok ilyen 20-40 GHz, sőt 70-72 GHz-es összeköttetéseket is használnak már. Tehát nagyjából ez most a technológiának a csúcsa. De hogy minek kell feljebb menni a frekvenciákkal, ugye az nem tudom, aki így híradástechnikát nem annyira tanult, annak nem biztos, hogy ez olyan nagyon egyértelmű, hogy minek kell nekünk egyre magasabb frekvenciákra menni. De ugye a magyarázat viszonylag egyszerű, azért, mert ha nagyobb a frekvencia, akkor lehet növelni a sávszélességet, és ha nagyobb a sávszélesség, akkor nagyobb sebességű adatátvitelt tudunk csinálni. Ezek a frekvenciák, tehát ilyen VLF-től SHF-ig, vagy EHF-ig már nagyjából tele vannak, tehát egyszerűen nincsen már szabad frekvencia, ezért zajlanak ilyen kísérletek, amiről majd én beszélni szeretnék. Ott az a szép ábra, azt mit csináltuk, azt a mérés Budapesten, a három budapesti földi tévéadónak a frekvencia spektruma látszik, ez egy ilyen vízesés diagram, ezt egy autóval, a városban autózva vettük fel ezt az ábrát. Ugye ebből az látszik, hogy nagyon szép sarkosak a spektrumok, ugye ez a digitális modulációnak köszönhetően, ugye ez már a digitális tévéadás, tehát sarkosak, közel lehet tenni egymáshoz a frekvenciás sávokat, tehát ez a jövő modulációs módjainak a lényege és a kutatásoknak egy fontos iránya. Amiről akkor most a hullámterjedési dolgok, amikről szeretnék beszélni, az egy néhány tipikus dolog. Tehát a föld pont-pont közötti kapcsolatok, a műhold-műhold kapcsolat, illetve a föld-műhold kapcsolatoknál ugye milyen problémák léphetnek föl. Ugye az ábrán látszik, hogy hát a műhold és a földi vevőállomás között ugye ott van a világűr, ami ugye az ábrán az nem arányos, de az ugye sokkal nagyobb távolságra van a műhold, és akkor kezdődik az atmoszférán belül pedig mindenféle dolgok történnek, és ezeket egy picikét szeretném megmutatni. Ugye itt, hogyha most egyelőre nem az atmoszféráról beszélünk, hanem a világűrbeli terjedésről, például mondjuk egy hold-föld összeköttetés esetén, ugye az nagyjából 384 000 km hold távolsága,
átlagosan, akkor van egy ilyen képlet, amit ugye a irradiás technikusok ismernek, hogy hogyan lehet kiszámítani a szakasz csillapítást egy ilyen adott összeköttetésre. Ugye mi itt szeretünk decibelbe számolni, úgyhogy itt decibelben, vagyis logaritmikus skálán adjuk meg az értékeket. Minden esetre, hogyha ezt a képletet végig számoljuk, mondjuk azt mondom, hogy 400 MHz környékén legyen az adó frekvencia, és a távolságra beírom a hold távolságát, akkor a szabadtéri csillapítás az 200 decibel körül adódik, kicsit kevesebb, mint 200 decibel. Most nyilván ez, aki nem foglalkozik decibellel, annak ez nem mond semmit, hát lehetne 1000 is, vagy 500, vagy bármennyi. De a 200 decibel, hogyha visszagondolunk, hogy a logaritmikus skálán, az azt jelenti, hogy az adó teljesítménynek a 10-20-an része kerül csak a vevőbe. Ugye az ilyen attovat nagyságrendje, tehát írtó pici a veti el. És éppen ezért antennákat kell használnunk. Ugye az antennák, ez az antennáknak a nyeressége, az adó, illetve a vevő antenna nyeressége, ugye az azt jelenti, hogy egy ilyen gömbsugárzóhoz képest ugye az antenna az nyalábolja a teljesítményt, és ezáltal lényegesen javítja az összeköttetés minőségét, illetve a szakaszcsillapítást csökkenti. És ehhez kapcsolódóan, ugye itt van egy ilyen elég jó kis animáció, ami az interneten szabadon hozzáférhető egyébként, tehát legálisan használható ábra, ami azt mutatja, hogy egy fél hullámhosszúságú dipól antenna esetében, hogyha ugye az elektromágneses hullámok vízszintes polarizációval sugárzódnak ki, akkor az antenna az a szabad térben terjedő rádióhullámokból egy ellenálláson egy változó feszültséget tud létrehozni, tehát ez ugye az antenna működésének az alapja. De mivel itt milliméteres hullámhoztartományokról beszélek most, itt általában parabola antennát használnak, azért, mert egy parabola antennának sokkal jobb a hatásfoka, mint egy ilyen dipol antennának, és másrészt pedig ugye a hullámhosszal összemérhető általában az antenna mérete, tehát ilyen nagy frekvenciákon ilyen dipol antennát már nem használnak, hanem inkább parabola antennát. Majd amikor rátérek a hullámterjedési kísérletünkre, akkor el fogom mondani, hogy mi a Gráci Joanneum Research Kutatóintézettel együtt dolgozunk, és ez az ő antennájuk egyébként, ami Grazban a város egy bizonyos pontján van. Ez egy 3 méteres parabola antenna, ami 50 GHz-en működik fölfelé irányba, és 40 GHz körül lefelé irányba, tehát igen nagy frekvencián. Ugye itt a hullámhossz az ilyen 6-7 mm környékén van. Kicsi a hullámhossz. Ebből következően ökölszabályként azt szokták mondani, hogy az antenna felületi minőségét a hullámhossz tizedén belül kell tartani. Tehát az azt jelenti, hogy 1 mm-nél kisebb felületi egyenetlenségeket lehet megengedni ilyen nagy frekvenciákon. Amit, hogyha belegondolunk, egy 3 méteres antenna esetében az egyáltalán nem olyan egyszerű, mert ugye ennek télen is kell működni, nyáron is kell működni, amikor rásüt a nap, és a melegtől elvetemedik esetleg. Tehát ez egy igen bonyolult dolog, és nem véletlen, hogy ez az antenna a motoros forgatóval együtt az 1 millió euró volt. Tehát igen, csak mélyen a zsebbe kell nyúlni ilyen esetekben. Akkor egy pár dolgot hullámterjedésről szeretnék mondani. Ugye hullámterjedés esetén mindig egy fadingről beszélünk, hogy a fading az a jelszintnek az időbeli változása, és a milliméteres hullámhosszok esetén a fő ellenség az az eső, tehát hogyha eső esik, akkor megnövekszik a csillapítás, vagy nő a fadingnek a nagysága. Hogyha felhős az ég, akkor kisebb fadingek jelentkeznek. Ha szép tiszta az idő, akkor pedig nincs fading. Tehát ezek azok a dolgok, amiket mi vizsgálunk, és
És most egy pár dolgot arról mondanék, hogy ugye a légköri jelenségek azok igazából két fontos kategóriára oszthatóak. A légköri gázokat szokták kiemelni, ezek közül is az oxigént, illetve a vízpárát, vízgőzt. Érdekes módon a nitrogén az nem annyira befolyásolja a terjedést, pedig lényegesen nagyobb százalékban található meg a levegőben. Illetve a csapadék közül a különféle csapadék típusok, de az eső a legnagyobb ellenség, a milliméteres hullámhosszon, mivel az esőcseppek mérete az összemérhető a hullámhosszal. Itt azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy ugye ha esik az eső, akkor az nem olyan szép kis könycsepp alakú, mint ahogy szokták a mesekönyvbe rajzolni, hanem az esőcseppek azok így kilapulnak esés közben. Minél nagyobbak az esőcseppek, annál jobban kilapul vízszintes irányba, és ezért, hogyha a hullámoknak a polarizációja, vagyis az elektromos tér iránya az vízszintes, akkor nagyobb lesz a csillapításunk, mint ha függőleges polarizációt használunk. Ezt sokszor kihasználják egyébként bizonyos esetekben. És akkor mutatok két ábrát a légköri gázokra vonatkozóan. A szaggatott vonal az az oxigénnek a csillapítása. Ez egészen ilyen 300 GHz-es frekvenciáig látható. Tehát ez nem olyan, hogy ilyen szép egyenesen növekszik, hanem vannak benne ilyen kiemelkedő csúcsok. Például itt 60 GHz környékén van egy extrém nagy csillapítási csúcsa az oxigénnek, amit meglepő módon ezt előnyös oldala van ennek a dolognak. Azért valaki tudja, hogy miért jó az, hogy olyan nagy csillapítása van 60 GHz-en az oxigénnek? Már elnézést, hogy nem akarom megzárni a társaságot tényleg, vagy a hallgatóságot. Tehát, hogyha rövid távú összeköttetésekben gondolkozunk, akkor ez azért jó, mert már viszonylag kis távolságra is nagy lesz a csillapítás, tehát nem zavarják egymást a berendezések. Tehát például egy 60 GHz-es összeköttetést, ha ebbe a szobába lehelyezek, akkor két szobával arrébb már megint ugyanazt a frekvenciát lehet használni, egymást nem fogják zavarni. Tehát ezért ezt lehet már kapni egyébként ilyen kis USB stickbe épített 60 GHz-es összeköttetéseket, amivel két számítógépet össze lehet kapcsolni nagy sebességgel. Tehát ez erre működik, és a katonák is előszeretettel használják, mert az ellenség nem tudja őket lehallgatni. A vízgőzzel kapcsolatban ott szintén vannak ilyen csúcsok, több csúcs is van. Tehát ez a vízpára, a levegőnek a páratartalma. Hát ezeken a frekvenciákon nem nagyon célszerű összeköttetést csinálni, mert ott nagy a csillapítás. És ez pedig az eső, vagyis a folyékony halmazállapotú víznek a csillapítását mutatja. Az eső intenzitása, hogy növekszik, ez milliméter per órában, az szerint növekszik a fajlagos csillapítás, tehát hogy egy kilométeren mennyi csillapodik a jel. Magyarországon általában azért ebben a tartományban vagyunk, itt. Nagy nyári záporoknál azért elérjük a 200 milliméter per órás esőt, viszonylag ritkán, és mondjuk a trópusokon pedig vannak még ennél nagyobbak is. De minden esetre az látszik, hogy mondjuk 50 mm per órás esőnél már 10 decibel csillapítás fellép kilométerenként. És akkor a földi pont-pont, föld-műhold összeköttetések esetében, hogyha valaki ki szeretné számolni az összeköttetésnek a minőségét, akkor általában ezt az ábrát szoktuk használni, itt a földi vevőállomás, itt a műhold, és az összeköttetés egy része az atmoszférában halad, és a másik része pedig a világűrben, és itt van egy határ, a folyékony és a fagyott halmazállapotú csapadék határa, amire egy ilyen szép térképet bárki letölthet az International Telecommunication Union-tól, ez az ITU, ahol bizonyos földrajzi helyekre meghatározható ez a fagyott csapadék határa. Ugye Magyarországon, hát itt vagyunk valahol ilyen
ilyen 4 kilométer magasságában van. Ugye, ha valaki repülőgéppel utazik, akkor megfigyelhető, hogy felszáll a gép, néhány perc múlva eléri a felhőket, aztán a felhők fölé ér, az körülbelül az utazó magasság fele, és akkor még jóval a felhők fölé megy, 10 000 kilométeren már a felhők azok 4-5 kilométerrel alatta vannak a repülőgép alatt. Tehát a számításokhoz ezeket szoktuk használni. És akkor most szeretnék rátérni az egyik tudományos kísérletre, az AlphaSaturn, ez pedig egy hullámterjedési kísérlet. Tehát ez a viszonylag hosszúra nyúlt bevezető az azért volt, hogy ezt a kísérletet, és hogy ez mire jó ez a kísérlet, ezt megpróbáltam bevezetni. Remélem, hogy sikerült. Tehát az AlphaSat Mihold egy közeli képen látható, hogy vannak rajta ilyen kis töltsérantennák, itt az egyik például, így néz ki. Ezek tartoznak a hullámterjedési méréshez. Ez a másik három antenna, ez a kommunikációs kísérlethez tartozik, amiről majd egy később beszélek. Tehát most a hullámterjedési mérésről szeretnék egy pár dolgot megmutatni, illetve elmondani. Hát az AlphaSat műholdon, tehát van ez a hullámterjedési kísérlet, egyébként ezt hivatalosan Aldo Paraboni kísérletnek hívják. Aldo Paraboni a Milánói Műszaki Egyetemen volt professzor, és azt hiszem, hogy így világszerte a hullámterjedésnek az egyik legnagyobb tudósa volt. Már néhány évvel ezelőtt ő meghalt, de a kísérletet ezt róla nevezték el, illetve ő indította el még az egész fejlesztést. Az AlphaSat az 19, illetve 39 GHz környékén sugároz úgynevezett beacon jeleket. Ezek modulálatlan vivők, tehát gyakorlatilag egy színuszos jelet sugároznak ki, állandó frekvenciával, állandó teljesítménnyel, és ez a jel, ez gyakorlatilag egész Európában vehető, többek között Magyarországon is. Viszonylag kis teljesítménnyel sugároznak, tehát az elsugárzott teljesítmény az ilyen 20 és 29 decibel watt környékén van, tehát viszonylag kicsi a jelszint. Nem egyszerű a vétel, de ezzel a két modulálatlan vívővel, amikor áthalad a jel az atmoszférán, akkor nagyon jól lehet vele detektálni az atmoszférában zajló eseményeket, tehát a felhőzetnek hatását, illetve mondjuk az eső hatását például. A kísérletben nagyon sok európai ország részt vesz, itt be vannak pontozva, ahol vevőállomások vannak, nagyon aktívak ugye az olaszok, a franciák, Belgiumban is van egyébként, de az még nincs rajta ezen a térképen, itt vagyunk mi, de Görögországnak is van már vevőállomása, tehát elég sokan érdeklődnek a kísérlet iránt. A NASA-nak is van egyébként egy vevőállomása itt Milánóban, valahol itt. Azért, mert ugye az USA-ban nem lehet venni az AlphaSat műholdat, csak Európában, de mivel ez annyira egyedi ez a kísérlet, tehát ilyen típusú műholdas jeladót, ami 40 GHz környékén sugároz ki jelet, ilyet még nem csináltak sohasem, és a közeljövőben nem is fognak, tehát amikor egyszer csak biztosan egyszer el fog hallgatni ez a berendezés, akkor hosszú évekre megint nem lesz ilyen kísérlet, tehát a NASA-nak megérte idejönni és Milánóba letelepíteni egy vevőállomást. A technikai részletekért elnézést, vagy nem is szeretnék belemenni, de amikor mi elkezdtük megtervezni a vevőállomásunkat, akkor egy ilyen fading tartalékot kellett számolnunk, tehát ez most a nagyobbik frekvenciára vonatkozik, tehát kiszámoltuk, hogy ha 39 GHz-es jel a műholdról elindul, a műholdon ennyi az adóteljesítmény, ennyi a műholdon az antennanyereség, akkor ugye figyelembe véve a műhold távolságát, ugye az a 36 000 km majdnem, a szabadtéri csillapítás több mint 200 decibelre adódik, az egy nagyon nagy érték, de figyelembe véve az antennanyerességet és egyéb tényezőket, végül is a mi állomásunknak 27 decibel fading tartaléka van, ami azt jelenti, hogy a jelszint az
27 decibel csökkenhet addig, amíg aztán el nem tűnik a zajban. A 27 decibelt azt nagyjából egy a 20 mm per órás eső tudja létrehozni, tehát az azt jelenti, hogy hogyha egy ilyen jó nagy májusi zápor van, akkor már ott sajnos az eltűnik a zajban, és azt már nem tudjuk detektálni, de ugye hát bizonyos korlátozó körülmények miatt ezt így kellett megterveznünk. Ami itt látható, ez végülis a VETIEL-nek a spektruma, egy spektrumanalizátor képén, vagy képernyőjén. Ugye, ha elméletileg, ugye, mivel ez egy modulálatlan színuszjel, ennek itt egy darab vonalnak kellene lenni elméletben, de ugye a gyakorlatban az sohasem így van, ugye, hanem a jel az vándorol ide-oda. Ugye több okból is a jel az picikét mocorog. Egyik lehetőség, vagy egyik oka például a Doppler hatás. Ugye annak ellenére, hogy ez viszonylag keveset mozog ez a műhold, de azért van neki egy bizonyos sebessége, amiatt, hogy geoszinkron, és ugye fölle mozog az egyenlítői síkhoz képest. Ezért van neki naponta egy majdnem 10 kHz-es Doppler shiftje, plusz-minusz. Aztán az oszcillátor, amivel előállítják ezt a jelet a műholdon, ugye az se matematikailag tökéletes színuszjelet szolgáltat, hanem az a színuszjel picikét mocorog, jitterel, és ennek hatására végül is a jel az nagyjából így néz ki. A jel detekcióra, mivel már elég sok idő eltelt, most azt nem mennénk bele, ha valakit érdekel, szívesen elmondom, hogy miért nehéz egy ilyen jelet detektálni, de most inkább menjünk tovább. És itt van a vevőállomásunknak a fényképe, ez a BML-nek abban az épületében, ahol mi vagyunk, az épület tetején található. A két frekvenciára két külön antennát használunk, de egy közös platformra van felszerelve. A nagyobbik antenna az egy 60 centis parabola, a kisebbik egy 30 centis. A kisebbik antenna van a nagyobb frekvenciára, a nagyobbik antenna a kisebbik frekvenciára. Nagyjából azonos jelszintet tudunk vele venni, és itt van ez a bizonyos motoros szerkezet, amivel folyamatosan követjük a műhold pozícióját, mivel ugye a geoszinkron működésből adódóan a pozíciója az folyamatosan változik, és hogyha még ezt kibírta az összeköttetés, akkor én most itt megpróbáltam belépni az egyetemen a számítógépünkbe egy ilyen távoli asztallal. Csak nem látom. Egy pillanat, és... Ja, jó, most sikerült, igen. Tehát most a budapesti vevőállomásnak a számítógép képernyőjét látjuk. Három program fut, itt egy kicsikét, hogy a felbontás miatt össze vannak tolva. Ez a program, ez a követőrendszert vezérli. A követés úgy zajlik, hogy minden nap letöltjük a friss pályaadatokat, ami a műhold pályaadat készlete, és az alapján folyamatosan számítjuk a műhold pozícióját, és hogyha már elég nagy az antenna és a műhold pozíció között az eltérés, irányeltérés, akkor egy kicsikét tolunk rajta. Mivel nagyon nagy a frekvencia, ezért kicsi az antennáknak a nyalábszélessége, tehát ilyen 1 fok környékén van, ezért 1 foknál lényegesen pontosabban rajta kell lennünk a műholdon. Tehát ez egy viszonylag bonyolult feladat. Ez a másik ablak, van egy meteorológiai állomásunk szintén ott az épület tetején, ami hát a szokásos eső szenzor, szélsebesség, hőmérséklet, egyebek, ilyen paramétereket folyamatosan mérünk. Ugye most például 8,8 fok van Budapesten, és kicsi a szél viszonylag. Ez azért fontos, mert ugye a hullámterjedési számításoknál nem árt, ha tudjuk a meteorológiai dolgokat, és főleg az esőintenzitásnak az értékét.
És akkor ez az ablak, ez pedig a műholdról lejövő jelnek a szintje. Ugye ez a Q-sávú jel, tehát a 40 GHz körüli, ez a 20 GHz körüli jel. Látszik, hogy ez is shiftelődik. Hát szép tiszta idő van, a jelszint az ilyen mínusz 117 decibel milliwatt, ami nagyon kicsi érték egyébként, tehát mondjuk a mobiltelefon ekkora jelszintet detektál a mínusz harmadik szinten a mobilhálózatból körülbelül, ha az ember lemegy a pincébe. Tehát ez azzal összevethető jel nagyság. De még ebben van 27 decibel fading tartalékunk, tehát a vevőnk az körülbelül mínusz 140 decibel milliwattig képes detektálni a jeleket. Tehát nagyjából ugye ez az, amit itt meg szerettem volna mutatni, és hát itt néhány tipikus mérési idősor látható. Tehát hogyha ez egy hónapos mérés, ugye ezek a napok, 2016-os mérés, elnézést, itt némelyiken angol felirat van, de talán az nem annyira zavaró. Ez a kisebbik frekvencia, ez a nagyobbik frekvencia, itt pedig az eső intenzitásnak az érték, amit mérünk. Tehát látszik, hogy itt esik az eső, itt is volt egy nagyobb eső, itt egy kicsit kisebb eső, és ugye a fadingek, vagyis a jelszint az ott csökken, ahol nagyobb az esőnek az intenzitása. Tehát ez egy nagyon fontos mérés, majd mindjárt megmutatom, hogy miért, mert ugye megkérdezhetnék, hogy akkor most miért jó ez az egész nekünk, de majd mindjárt megpróbálom megvilágítani, hogy minek is csináljuk ezt az egészet. A szintilláció az egy viszonylag érdekes jelenség, ennél a műholdnál különösebben nem izgalmas. Ez főleg nyári időszakban, amikor a levegő elkezd fölmelegedni, ilyen kora délután, akkor elkezdenek ilyen kis légörvények keletkezni az atmoszférában, és az elkezdi a jelet így rángatni, és akkor látszik, hogy ugye délelőtt szép egyenes a jel, aztán délután elkezd így zavarosodni, és aztán ezt a csillagászok is tudják, hogy amikor a csillagoknak a képe az elkezd így rezegni, tehát ez hasonló effektus. Itt ez minket különösebben nem zavar, mert ez nagyon kicsi amplitúdójú szintilláció, de például az északi országokban, tehát mondjuk Svédország, Norvégiában, ahol ezeket a műholdakat sokkal kisebb elevációval veszik, tehát laposan, nagyon hosszú atmoszféra területen megy át a jel, és ezért a szintilláció sokkal nagyobb, néha teljesen megszünteti a vételt. Tehát ezért a szintillációt nem szabad figyelemen kívül hagyni, és a norvégok előszeretettel kutatják a szintillációnak a tulajdonságait. Igen, ha bepárásodik a levegő kora reggel, meg este felé, akkor szintén megnő a szintilláció. Tehát ez egy ilyen dolog. És akkor itt most eljutottunk oda, hogy minek csináljuk ezt az egészet. Tehát, hogyha nagyon hosszú ideig mérjük ezeket a csillapítási jelenségeket, akkor abból tudunk csinálni egy ilyen eloszlásfüggvényt, ami tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy itt van a csillapításnak a nagysága, és itt pedig egy valószínűség van, ugye nulla hát ez nem is jó, mert igen, de tekintsünk el attól, hogy a rossz a skála az ábrán. Ugye ez egy nulla és egy közötti valószínűség, ezt nem tudom, hogy ez hogy került oda, elnézést kérek érte. De minden esetre ez egy úgynevezett komplements eloszlás függvény, tehát hogyha itt kiszemeljük mondjuk, mit tudom, 10 decibeles csillapítást, akkor itt le tudom olvasni, hogy mi annak a valószínűsége, hogy 10 decibel lesz a csillapítás, vagy annál nagyobb. Most ez miért fontos? Azért fontos, mert én tudom azt, hogy az én rendszeremnek mondjuk 27 decibel a fading tartalékja, ami azt jelenti, hogy itt a felső csillapítás tartományokban le tudom olvasni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az én fading tartalékomat meghaladja a csillapítás. És hogyha meghaladja a csillapítás, akkor nem fog működni az összekötetés. Tehát úgy kell megtervezni a rendszert, hogy
hogy adott megbízhatósággal működjön. Hát mondjuk, tudom én, a 10 a mínusz negyediken valószínűség az évente azt jelenti, hogy mondjuk évi fél órában nem fog működni a rendszer, és akkor el lehet dönteni, hogy azt én elfogadom-e, vagy nem fogadom el. A mobil szolgáltatók például nagyon szigorú ilyen rendelkezésre állási időkkel számolnak, tehát ott, hát egy mobil hálózaton, a mikrohullám összeköttetéseken évi ilyen 5 perc környéki kiesést engedélyeznek csak. Tehát nagyon-nagyon keveset, mert hát ugye az egy fizetős szolgáltatás, és nem szeretnék, hogyha a felhasználók nem lennének megelégedettek. Jó, és akkor most a másik kísérletről szeretnék beszélni. Elnézést, hogy kicsit tömény a dolog, de most már ígérem, hogy azért egy olyan 10 percen belül be fogom fejezni, és aztán utána egy kicsit oldottabban talán beszélhetünk róla. Tehát az AlphaSat műholdon a hullámterjedési kísérlet mellett van egy kommunikációs kísérlet is. A kommunikációs kísérletnek a lényege az, hogy a műholdon van egy transponder, ami igazából csak annyit csinál, hogy a Földről érkező jelet veszi, és visszasugározza a Föld felé. A műholdon 3 antenna van, ez a 3 antenna 3 földi pont felé van irányítva. Az egyik az itt Dél-Olaszországban van, egy Svinjodada nevű városkában, ez itt Észak-Olaszország, Milánó, ez pedig Grác. Tehát ez a 3 antenna van, azért, mert a kísérletet az olaszok, illetve az osztrákok finanszírozták, tehát így ők kapták meg a lehetőséget arra, hogy jó vételi viszonyok között legyenek. De mivel Grác nagyon közel van Budapesthez, ezért kiszámoltuk, és rájöttünk, hogy mi is tudjuk venni Budapesten a gráci jelnek a kisugárzott, Grác felé kisugárzott jelet, tehát ezért Budapest is be tudott kapcsolódni ebbe a kísérletbe. Tehát igazából ebben a kísérletben csak Olaszország, Ausztria és Magyarország vesz részt. A kísérleti hálózat, tehát nagyjából így néz ki, van a műhold, amin van ez a transzparens transponder. A műhold felé fel tudnak küldeni adatokat, tehát a két olasz csatornán keresztül, illetve a gráci állomásról, ugye ez az a nagy 3 méteres antenna, amit még az elején mutattam. A felfelé irány az 48 GHz, tehát majdnem 50 GHz, a lefelé irány az pedig 38 GHz, tehát ezért hívják ezt Q per V-sávú kísérlet, mert a Q-sáv az a 38 GHz, a V-sáv az meg a 48 GHz, és Budapesten mi tudjuk venni a gráci beamet, vagyis azt a jelet, amit Grác felé sugároznak. A hullámterjedési kísérlet az itt van, tehát vannak még a többiek, akik készítettek hullámterjedési állomást is, de a kommunikációs kísérlethez a vevőállomás az sokkal bonyolultabb, tehát ezért erre igazából nem vállalkozott senki, csak ugye az olaszok, az osztrákok, illetve mi. És a műholdnak a kontrollja az pedig az Inmarsat kezében van, ugye az Londonban van az Inmarsatnak a vezérlő központja, tehát hogyha valamit szeretnénk, hogy a műholdon mondjuk átkapcsoljanak, akkor az Inmarsatnak kell jelezni az igényt, és azt Londonból megcsinálják. Itt látszik a 3 antennának a lenyomata, tehát ez az, ami Grácra irányul, ez a dél-olasz, és ez az észak-olasz lenyomata a transpondernek. Ugye azért ilyen tojás alakú, mert a geoszinkron mozgás miatt ugye a műhold az fölle csóválja az antennákat, és hát messziről pedig ez a gráci állomás. Viszonylag szerencsétlen helyet választottak neki egyébként, ez egy régi víztorony Grácnak az egyik ilyen külső kerületében, ami nagyon szuper egyébként, csak az a baj vele, hogy a hő ingadozás miatt az egész torony az ide-oda dől, és ezért kénytelenek voltak
csinálni egy nagyon pontos dőlésszögmérőt, és az antennának az irányát folyamatosan korrigálni kell, az szerint, hogy merre dől az antenna. Ugye ez azért fontos, mert egy ilyen nagy antennánál, tehát még egy 3 méteres antenna 50 GHz-en, annak kb. 1/10 foknyi alábszélessége van. Az azt jelenti, hogy az 1/10 foknál lényegesen pontosabban rajta kell tartani az antennát a műholdon, mert különben a jel az el fog tűnni. Most azért, tehát ha belegondolunk, egy ekkora nagy monstrumot, egy ekkora nagy antennát néhány század fok pontossággal rajta tartani egy műholdon, az ugye nem kis feladat, tehát többek között ezért ez egy viszonylag nehéz technikai probléma. Ugye maga a kísérlet, tehát Budapest és Grác itt látható a térképen, ezt igazából egy úgynevezett diversity kísérletnek hívják, ugye attól diversity, hogy a vevők, illetve az adóállomások azok nem egy helyen vannak. Ugye ez benne az újdonság, hogy ez egy ilyen Cooper V-sávú diversity kísérlet, amit igazából még soha nem csináltak ilyet, tehát ez az Alphasaturn keresztül, ez a legelső ilyen típusú kísérlet, amit valaha végrehajtottak, úgyhogy ilyen szempontból ennek nagyon örülünk. A maga a kísérlet az a következőképpen néz ki. Nem akarom nagyon elbonyolítani itt, most már meg itt a figyelem is már gondolom már nem annyira feszes így a vége felé, de a kísérletnek a lényege az, hogy a Gráci állomás ugye ő adni is tud, illetve venni is tud, a budapesti állomás az csak venni tud. Következő zajlik. A Gráci állomás adatokat generál, ugye ezt elfelejtettem mondani, de itt ez nem egy beacon jel, hanem itt ténylegesen adatokat sugároznak. Ez egy DVB-S2 adat stream. Ugye a DVB-S az a műholdas műsorszóró standard, tehát a Digital Video Broadcasting Satellite, és az S2 az annak egy újabb verziója, tehát ez a legújabb műholdas műsorszóró szabvány. Tehát DVB-S2 szabvány szerint generálnak adatcsomagokat. Tehát nem filmet közvetítenek, hanem gyakorlatilag egy számlánc pörög körbe, mert abban nagyon jól meg lehet találni a hibákat. Tehát adatcsomagok mennek fel a műholdra, és ezt mi vesszük Budapesten. Budapesten itt egy elég bonyolult rendszerben a rendszer lelke az abból áll, hogy jelzaj viszonyt számít egy ilyen szoftverrádiós környezet. A szoftverrádió ugye az egy viszonylag korszerű technológia arra, hogy ilyen számítástechnikai eszközökkel analóg jeleket tudjunk feldolgozni, rádiófrekvenciás jeleket főképpen. Tehát a budapesti állomáson a szoftverrádió az jelzaj viszonyt becsül, mégpedig nagy sebességgel, tehát kb. Millisekundumonként újabb jelzajviszony értéket tud szolgáltatni. És amennyiben a jelzajviszony romlik, ugye az azt jelenti, hogy mondjuk befelhősödött az ég Grácsban, vagy Budapesten befelhősödött, romlik a jelzajviszony, akkor kezd ugye vészhelyzet kialakulni, mert egy idő után már nem lehet venni a jelet, akkor egy földi internet kapcsolat van a két állomás között, tehát Budapest és Grác között, és mi ezen a internet kapcsolaton keresztül tudjuk szabályozni a modulációs módot a Gráci állomáson. Tehát gyakorlatilag a Gráci állomás az a budapesti állomás kezeibe van, mi szabályozzuk azt, hogy milyen modulációt használjon, és eső esetén, vagy valamilyen fading esetén vissza tudjuk venni a modulációnak a bonyolultságát, és ezáltal a vétel nem fog megszakadni. Hát ezt úgy lehet elképzelni valós életben, hogy mondjuk nézzük a foci meccset, és ugye nem fog az történni, hogy amikor éppen gólhelyzet van, akkor szétesik a kép, hanem lehet, hogy kicsit bekockásodik a kép, vagy rosszabb lesz a minőség, de ennek ellenére mégiscsak lehet látni a képet. Hát ennek ez a lényege. A DVB-S2 szabvány ilyen szempontból különleges, hogy megengedi azt, hogy menet közben modulációt váltsunk. Ugye a moduláció az
Ugye azt jelenti, hogy milyen módon ültetjük rá a vívő hullámra az adatot. Körülbelül 20 féle modulációs módot megenged a DVB-S2 szabvány, egészen egyszerű QPSK-tól bonyolult 32 APSK-ig fölfelé, és ezek között lehet kapcsolni. Itt az antennánk, hát ez azért nem annyira nagy, ez egy 2 méteres parabola, ugye a Grazban 3 méteres parabola antenna van. Hát igazából a méretek azok nem olyan nagyon nagyok, a méretbeli különbségek. A 2 méteres parabola, egyébként ez egy Cassegrain antenna, amit egy magyar cég, a Grante antenna gyártó cég készített. Tehát azért ilyen furcsa egy kicsikét, tehát maga a parabola tükör az itt hátul van. Van rajta egy ilyen palást, meg egy radom, azért, hogy az eső az ne tudjon beleesni. És a mikrohullámú vevőegység az itt hátul van. Tehát ugye csillagászok tudják, hogy mi az a Cassegrain antenna, ez ugyanaz, csak rádió szempontból. És itt pedig a vevőállomás, a beltéri állomás. És hát itt pedig egy tipikus ilyen adaptív modulációs mérés látható. Ez a Grazból érkező jel, illetve ezek a beacon jelek, amik ugye van a tudományos kísérletnek a beacon jele, az ez, és a Grazi állomás egy második beacon jelet is kisugároz, tehát egy modulálati jelet, ez a másik. Ugye szépen követi az esőt, tehát itt kicsi eső van, kicsi a jelszíncsökkenés, nagy eső, nagy jelszíncsökkenés, és ez pedig a jelzaj viszony, amit ezzel a szoftverrádióval becsülünk folyamatosan. Nagy különbség nem látható köztük, de nyilván ez nem ugyanez az ábra, de látszik, hogy erősen korrelál a jelzaj viszony a beacon jelnek a nagyságával. És akkor itt pedig az látszik, hogy milyen modulációs módot kér a budapesti állomás. Tehát itt a QPSK-nak a különféle változatai között kapcsolgatunk. Tehát itt látszik, hogy itt a QPSK 8/9 és a körüli értékek vannak. Itt ennél a kicsi fadingnél kicsit lejjebb vittük a modulációt, nagy fadingnél egészen alacsony modulációra lementünk. És mikor vége volt az esőnek, akkor itt visszamegy a jel egy magasabb modulációra. Tehát ez a szabályzás tényleg működik. Nyilván a részletek azok ennél azért bonyolultabbak, de az gondolom most nem annyira érdekes. És még 3 diát szeretnék mutatni, és akkor be is fejezném, hogy milyen alkalmazások születtek ebből az egész kutatásból. Ez az első, az Európai Űrügynökségnek van egy technológia transfer programja, ami arról szól, hogy ha valaki űrkutatással foglalkozik, akkor az Európai Űrügynökség szereti, hogyha az űrkutatási alkalmazásokat, vagy az űrös berendezéseket földi alkalmazásba átvisszük, tehát ez a technológia transfer. És mi egy ilyen programban részt vettünk, és készítettünk egy ilyen beltéri hullámterjedési mérőberendezést, ami az 5G-s újabb mobilhálózatokhoz szolgál mérőberendezésül. Az 5G ugye az 5. generációs mobil szolgáltatás, ami már itt-ott működik. Azt hiszem, hogy már kijött a szabvány is, most már egy majdnem végleges szabvány az 5G-ről. És az 5G-nek az a sajátossága, hogy többfajta frekvenciát is használ, nem úgy, mint a mostani 4G-s hálózatok, hogy viszonylag, tehát ugyanaz a frekvencia sáv szolgál a működésre. Tehát 5G-ben ott többféle frekvenciának az összevonásával működik majd a rendszer, és a 38 GHz környéki sáv az szintén egyike a kiszemelt 5G-s frekvencia sávnak. Tehát ezért kapóra jött a mi Alphasat kísérletünkben a 38 GHz körüli berendezéseknek a használata. Tehát itt készítettünk egy vevőt, egy 38 GHz-es vevőt, egy ilyen kis picikkel töltsérantennával, illetve csináltunk egy 38 GHz-es adót, szintén egy pici töltsérantennával. Ez a tanszékünknek a reflexiómentes mérőszobája egyébként, tehát ezek
ezek a reflexiómentesítő burkolatok, és a mérés pedig egy tipikus mérés látható, ez egy folyosó, egy 36 méter hosszú, 2,5 méter széles folyosó ott a tanszékünkön, ahol egy-két helyen ilyen fém ajtók is találhatók, és a mérésnek a lényege az volt, hogy elhelyeztük itt az adót, és a vevővel pedig megszondáztuk a különféle helyeken a jelnek a nagyságát, és ebből egy ilyen beltéri terjedési térképet lehet előállítani, ami azt mutatja, hogy hát ez a 38 GHz, ez már nem úgy terjed, ahogy a kisebb frekvenciák, hanem nagyon sok reflexió és interferencia lép fel. A másik alkalmazás, vagy inkább kutatási téma, az az, hogy a műhold-föld közötti méréseknél, ugye mi mérjük a csillapításnak a nagyságát, ugye ez most csillapítás, tehát ezért a fadingek így a pozitív irányba látszanak, tehát egy csillapítás görbe, és ebből a csillapításból visszaszámolható az eső intenzitás. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy az eső intenzitást ezen a szakaszon, azt meg lehet becsülni a mikrohullámú mérések eredményeiből. Ugye, hogyha az embernek van otthon egy ilyen kis eső szenzorja, vagy amit most már nagyon egyszerűen be lehet szerezni, ugye akkor az úgy működik, hogy itt elhelyezzük az esőszenzort, mondjuk abba csöpög az eső, és az méri, hogy mondjuk óránként mennyi eső esett le. De az a mikrohullámú szakaszra vonatkozóan nem ad információt, ugye, mert ha itt nem esik az eső, attól még a szakaszon lehet eső. Tehát ez inkább hasonlít az időjárási radarnak a mérésére, és hát valami ilyesmi eredményt lehet kihozni ebből. Az ITU-nak az egyik ajánlásában benne van ez a képlet, amit inverz módon használva visszaszámolható a csillapításból az esőintenzitás. És egy picikét ehhez kapcsolódik egy másik téma, amit szintén elkezdtünk mostanában csinálni. Az előző dia alapján ez egy nagyon hasonló dolog, hogyha lenne három vevőállomásunk, amely most nincsen egyébként, de ha lenne három vevőállomásunk, akkor három különböző helyről tudnánk mérni a műholdról érkező jelnek a csillapítását. Itt most feltételezzük, hogy ez az egyik, ez a másik, ez a harmadik jel. Ugye ez időre vonatkozik, tehát itt az idő telik a vízszintes tengelyen, függőlegesen pedig a csillapítás nagysága. És ebből a mérésből vissza lehet számolni, hogy néz ki ez a felhő, tehát egy ilyen felhőzett profilt lehet belőle csinálni. Nagyon sok buktató van ebben a dologban, nem olyan egyszerű és nem olyan egyértelmű a dolog, de próbálkozunk. Tehát ez egy ilyen kísérlet, és hát talán ebből is valami majd kisül. Úgyhogy hát eredményeket összefoglalva, és aztán be is fejezném, mi nagyon örültünk neki, hogy ebben a hullámperdési kísérletben, illetve a kommunikációs kísérletben részt tudtunk venni. Elég sok diák is dolgozik ezen a témán, tehát itt én összegyűjtöttem, hogy 10 szakdolgozatot írtak ebből az utóbbi 5 évben, illetve PhD hallgató is dolgozik a témán, és szeretnénk, hogyha folytatni tudnánk a kísérletet. Erre megvan az esély, úgy tűnik, hogy idén szeptemberben újra meghosszabbítják a tudományos kísérleteknek az időtartamát. Ugye ez nem olyan egyszerű dolog, tehát ugye az Inmarsat az befogadta a tudományos kísérleteket az AlphaSat fedélzetén, és addig, amíg elegendő fedélzeti energia van, tehát abból a 12 kW-ból, ami a napelemekről lejön, abból tudnak juttatni a fedélzeti kísérleteknek is, addig juttatnak. Tehát úgy tűnik, hogy szeptemberben még 3 évre meghosszabbítják a kísérletnek az időtartamát, és akkor tudjuk folytatni ezeket a méréseket. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani.
szépen köszönjük ezt a nagyon részletes és bár még lehetne részleteket megtudni. Igen, de. Ezt az előadást, és akkor fölteszem a kérdést, hogy vannak-e kérdések. Ott jelzik, hogy az interneten is nézték. Mennyien nézték egyébként? Körülbelül. Összemérhető a teremben. Összemérhető a teremben levőkkel, és van egy kérdés. És itt is lenne kérdések az mikrofonban, hogy hallják. Ugye csillagász népség nézett, vagy részben. Naptevékenység hatás esetleg mérhetően befolyásolja a vételi dolgokat. Igen, a kérdés jó. Előfordul, hogy a nap az bekeveredik a műhold mögé, vagy a műhold bekeveredik a nap elé, tehát fogalmazhatunk így is. Viszonylag ritkán, de előfordul, igen, hogy a hogy pontosan a vevőnk az úgy áll, hogy a műhold mögött ott van a nap, hát akkor megszűnik a vétel. Mert ugye az aljhőmérséklet az megnövekszik hatalmas nagyra, a jel az eltűnik az aljban, de ezt önök jobban, gyorsabban ki tudják számolni, hogy ez hány percig tart, tehát nagyjából 0,2 fokkal az antennánk nyalábszélessége, tehát amíg a nap elhagyja ezt a pozíciót, az alatt nincs vétel. De ez ritkán. Ritkán van. Ja, hát naponta 1 fokot megy a nap, úgyhogy akkor hány óra meg lehet számolni. De hiszem, a kérdés inkább arra vonatkozott, hogy a nap tevékenység, tehát ionoszférikus hatás, vagy ilyesmi. Igen, akkor félreértettem a kérdést, azt nem tudjuk detektálni. Illetve... Tehát akkor szerencsére nem befolyásolja. Azt nem befolyásolja, igen. Tehát a fő ellenség az eső, ahogy próbáltam hangsúlyozni. A másik, ami jól megfigyelhető, az a felhőzet, illetve a páratartalomnak a változása. Igen. Kérdése valakinek felmerült, akkor oda viszem a mikrofont, hogy a interneten is hallják a kérdést. Köszönöm szépen, említette ezt a mínusz 140 dB-es vevő érzékenységet. Ez a vevő saját zaja miatt ennyi, amennyi, vagy pedig a környezeti zaj miatt annyi, amennyi? Igen, tehát ott, amikor azt a spektrum ábrát ott megmutattam, az a piros harangörbe, ugye abból, tehát ha az ember belegondol, hogy lehet detektálni egy ilyen jelet, ugye akkor azt csináljuk, hát hogyha analóg áramkörrel detektáljuk a jelet, ugye akkor kell egy viszonylag keskeny szűrő, amit ráhúzunk a vetjelre, és ott energiát detektálunk. Na most az energia detektál, és akkor a detektált energia az arányos ennek a beacon jelnek a nagyságával. Hogyha ez a sáv, amit kiválasztunk, ez nagy, akkor a zajból nagyon sok bekerül a sávba, és ezért csökken a dinamikája a jelnek. Tehát ezért az a jó, hogyha nagyon le tudjuk szűkíteni a szűrőnknek a sáv szélességét. Viszont, ahogy itt mondtam, van Doppler effektus, meg maga a jel is jitterel, tehát ezért nem lehet a végtelenségig leszűkíteni a sávszélességet. Tehát ez a korlátozó. De hát azt jól mondta végül is, hogy a minél keskenyebb a zaj, annál kevesebb zajt mérünk bele a jelbe, és annál nagyobb lesz a dinamika. Most a dinamikát még lehetne növelni, hogyha nagyobb antennát használnánk. Ugye, mert ha nagyobb az antenna, akkor amennyi antenna nyerességet kapunk, az hozzáadódik a dinamikához. Csak a nagyobb antennával az a baj, hogy a nagyobb antennának keskenyebb a nyalábszélessége, akkor azt pontosabban kell rajta tartani a műholdon, tehát akkor az más típusú problémákat okoz. További kérdések? Most még közben felmerül... Igen, jövök. Tekintettel arra, hogy geodéták is vannak a teremben. A gráci antenna kapcsán merült fel bennem a kérdés, hogy ahogy mondtad, hogy a különböző hőhatások miatt az antennát állandóan úgymond egy dőlésmérővel ezt követni kell, és erre korrigálni kell. De maga a toronyépület is egy könnyen mozgó objektum. Én feltételezném, hogy ott
nem csak a dőléssel lehet gond, hanem ott külpontosság is lehet az antenna helyzetében, pozíciójában. Ez számít-e? Kell ezzel foglalkozni? Tehát, bocsánat, tehát milyen pontosságot mondtál? Hogy... Külpontosság, tehát hogy a koordinátai is úgy elmozdulnak. Ja, nem igen. Csak a dőlése változik. Hát én azt hiszem, hogy ezt nem veszik figyelembe. Ennek ugye utána kéne számolni, ezt te biztosan jobban tudod, ez egy olyan 30 méter magas nagyjából ez a torony. Ehhez egy kicsit számolni kéne, hogy a számít-e. Nekem az a sejtésem, hogy nem. Tehát a szél meg a hőmérséklet a sokkal jobban mozgatja a tornyot. Igen. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ez a dőlésszög ügy, ez ugye minket is megrémisztett, tehát mi is csináltunk egy dőlésszögmérőt, talán régebben erről lehet, hogy beszéltünk is, talán korábban, de a mi épületünk, a BME-nek az a V1-es épülete, az egy békebeli épület, téglaépület, és csak 5 emelet magas, tehát kimértük, és az épület nem igen mozog. Hát szerencsére. Ez a minket nem befolyásol. További kérdés? Köszönöm szépen. Én inkább telekommunikációs szempontból vagyok jelen. Én egyébként a hírközlési hatóságnál dolgozom, de most mint magánemberként vagyok jelen, mivel itt élek. Bennem az merült fel, hogy ebben a magas tartományban ilyen hatalmas átviteli távolságban ez hogyan lehetséges, és ez az érdeklődés hozott ide. De igen, tehát az újdonság, a legnagyobb újdonság nekem ez volt, hogy az oxigénnek ekkora csillapítása van. Itt a két kísérlet, tehát a hullámterjedés, én korábban foglalkoztam hullámterjedéssel is, a hatóság keretein belül, igaz, földfelszínen. Tehát itt a hullámterjedési kísérlet, illetve az átviteli, tehát a telekommunikációs kísérlet között itt számomra nem teljesen egyértelmű a különbség, de erre szeretnék még rákérdezni, illetve mutatta a spektrumon képét a modulálatlan vívőnek, tehát a hullámterjedési kísérlethez kapcsolódó kisugárzott jelnek az ábráját. A másik jelábrájáról mit lehet tudni? Tehát ott is hasonló, vagy ott a sávszélesség már nagyobb? Vagy, igen. Jó, akkor elkezdem. Köszönöm. Tehát, kicsit sokrétű volt. Tehát akkor kezdem még egyszer. Tehát a hullámterjedési kísérlet, az ugye KA és Q sávú kísérlet, tehát 19, illetve 39 GHz környéki. Ugye itt igazából a nagyobbik frekvencia az érdekes, mert ilyen műholdas terjedési mérések még nem voltak. Tehát ez most egy ilyen hosszú kampány, és ez nagyon fontos, nem csak az ESA-nak, hanem az ITU-nak is. Tehát ugye az ITU, az International Telecommunication Union, aki ezeket a számítási szabályokat és képleteket elkészíti, és közreadja a mérnököknek. Tehát nekik szükségük van olyan típusú statisztikákra, mint az az ábra volt, ahol rossz volt a függőleges skála, de tehát olyan ábrákat nagyon fontos készíteni azért, hogy a mérnökök tervezni tudják az összekötetéseket. Tehát a terjedési kísérlet az erre vonatkozik. Tehát minél több mérést Európában, minél több helyen, és erre van egy ilyen kis kutatói hálózat, folyamatosan gyűjtögetjük a mérési adatokat, ugye most nekünk is 5 évre visszamenőleg méréseink vannak. És ugyanez másoknál is. A másik kísérlet, a kommunikációs kísérlet, az főképpen az adaptív modulációs módoknak a vizsgálatára szolgált. Tehát ott ugye nem modulálatlan vívőt sugároznak, hanem DVB-S2 jelet, ott, és a sávszélesség ott, tehát ott 1 megabit per szekundumos adatsebesség van.
tehát így talán érthető, tehát ennél sokkal nagyobb sebességet is lehetne csinálni egyébként, tehát a DVB-S2 az tud 1 megabit per szekundumnál nagyobb sebességet is, de mivel a vevőállomások, a miénk és a Grácinak is, a miénknek körülbelül 10 decibel fading tartaléka van a kommunikációs vevőnek, nagyon kicsi. A Gráciaknak kicsit több a fading tartalékuk, mert nekik nagyobb az antennájuk, de az is csak néhány decibellel több. Tehát ezért nem tudunk nagy adatsebességre fölmenni, tehát 1 megabit per szekundummal, de a kísérlet lényege az, hogy ez az adaptív moduláció, ez a háromszögelés, hogy föladja a jelet a műholdra, levesszük itt Budapesten, és interneten keresztül szabályozzuk, hogy ez hogy működik, ennek ez a lényege igazából, hogy mert ezt tudom, hogy ez a commerce technológiában ez valószínűleg most még elképzelhetetlen. Tehát itt ugye eurómilliók mennek el erre a kísérletre. Nyilván ilyen vevőket még egyelőre nem fog senki se vásárolni. De tehát a tudomány az így halad előre, hogy ki kell próbálni ezeket a dolgokat, hogy működik, és akkor utána... Tehát ami a spektrumot illeti, tehát akkor a modulálatlan vivő az matematikailag nulla szélességű, fizikailag körülbelül az 2 kHz volt, az a piros 2 kHz. A DVB spektrumot, most nem akarok itt keresni, tudok mutatni, a DVB spektrum az a spektrumanalizátoron egy nagyobb sávszélességű jelként jelenik meg. Akkor nem tudom mindent. Oxigén. Ja, az oxigént. Hogy az oxigén ennyire jelentős. Hát igen, tehát az oxigénben vannak ilyen kis huplik. Hát ugye a levegő oxigén tartalma azért olyan drámaian nem váltakozik. Tehát az olyan ilyen típusú fadinget nem okoz. Tehát az az ábra az inkább arra vonatkozott, hogy ha az ember választ egy frekvenciát az összekötetéséhez, akkor azért célszerű megnézni ezt az ábrát, és ugye nem pont azt a frekvenciát választom, ahol van egy csillapítás csúcs. Ha csak nem, azt szeretném, hogy nagyon közel egymáshoz el tudjak helyezni vevőket ugyanolyan frekvenciával. Igen. És az oxigén az egyáltalán eloszlik a légkörben, míg a páratartalom nedvesség az nagyon inhomogén és változik. Igen. Tehát azért ezt megbízhatóan lehet használni. Igen. Logikusként valószínűleg pontatlan lesz a kérdés, és ezért már most elnézést kérek előre. Tehát ugye megtanultuk, hogy a csapadék függvényében a fading, vagy mondjuk hogy a jelzaj arány ugye változik, és mutattad egy ponton, hogy a moduláció optimális módja, úgymond, az ennek függvényében más és más. Ez ilyenkor mennyire automatizálható? Ez teljesen automatizálva van, tehát ez az ábra, tehát ez itt, ugye, tehát ez egy nagyjából egy napos mérés. Tehát itt ez nem kézzel, semmi sem kézzel történik. Tehát van egy számítógép, ami jelzajviszonyt becsül, és tudja, hogy mi az aktuális moduláció, és hogyha úgy látja, hogy csökken a jelzajviszony, akkor küld egy üzenetet, hogy most akkor váltsuk modulációt. Most nyilván ezt ésszel kell csinálni, hogy ne az legyen, hogy fölle-fölle kapcsolunk, mert az nem jó. Tehát ebben van egy ilyen hiszterézis-szerű valami, ami ez is a kísérletnek egyébként egy sarkalatos pontja, hogy ezt a hiszterézist, ezt kimérni, hogy ezt hogyan kell szabályozni. Ugye a DVB-S2 szabvány az megengedi, hogy frémenként, tehát adatcsomagonként lehet modulációt váltani. De nyilván azért az nem célszerű, hogy minden adatcsomagnál váltsunk modulációt, hanem ezt ugye ésszel kell csinálni, és ez az egyik célja ennek az egésznek.
További kérdés, újabb internetes. Nem, ez most az enyém. Csak egy gyakorlati kérdés, igen, a modulációváltás mennyire befolyásol a sávszélességet, ugye a moduláció típusok a gyakorlatban? Hát az adatátviteli sebességet azt jelentősen befolyásolja, igen. Hát most az, hogy pontosan most, hogyha QPSK 8/9-ről QPSK 3/5-re váltunk, akkor mennyivel csökken az adatátviteli sebesség, ezt most én nem tudom megmondani, de ez nyilván ez... Tehát amit mi körülbelül a mi rendszerünkben 10 féle moduláció között tudunk váltani. Igen, nagyjából ilyen 1/10-hez. Igen. Tehát ez mindenképpen, ez bele kell kalkulálni. Ez egyébként, ezt az adaptív modulációs eljárást, ezt a mobiltelefonhálózatoknak a földi pont-pont összeköttetései, ezek alkalmazák. Tehát ön lehet, hogy akkor ezt tudja. Tehát ezek a mikrohullámú, a bázisállomások közötti összeköttetéseken, ez meg van valósítva fizikailag. Tehát ott különféle QPSK modulációkat használnak általában, és ha romlik a vételi minőség, akkor automatikusan átkapcsolnak. Csak ott sokkal egyszerűbb a dolog. Tehát itt műholdon keresztül ez hatványozottan bonyolultá válik ez a dolog. Kérdése valakinek még? Akkor ha nincsen, akkor még, ha kibírja a társaság, én megkérdezném, amit átugrottunk egy témát, a vételi antennák, antennák a nehézségeit. Ugye, hogy ja, az antennák? Igen. Igen. Hát erre vonatkozólag, ugye a mi antennánk, a 2 méteres antennának, annak körülbelül 0,2 foka a nyalábszélessége. Ez azt jelenti, hogy 0,2 fokkal, ha mellé néz, akkor 3 decibellel csökken a jelszint, vagyis felére lecsökken a vettiának a teljesítménye. Ugye ezt nem lehet megengedni, mert hogyha az azt jelenti, hogy a vetti elünk az ilyen huplis lesz. Tehát az nem jó. Tehát ezért a vevőállomásunk talán... Ja? Bocsánat. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát az osztrák vevőállomás az teljes kör, azimutban és elevációban is átfordítható. Tehát többek között azért is az olyan extrém drága az az állomás. A mi antennáink azok direkt az alfaszat műholdra lettek szabva. Tehát ilyen lineáris motorok vannak, talán itt látszik egy kicsit, ezek ilyen tolómotorok, amik elevációban, illetve azimutban tudják mozgatni az antennát. Tehát a mechanika az úgy van megcsinálva, hogy körülbelül 5 fokot, plusz-minusz 5 fokot tudunk motorral mozgatni. Tehát ezek ilyen lineáris tolómotorok, és a nagy antennánál fizikailag 2000 fok pontossággal be tudunk állni, de ez egy fizikai érték, tehát egyszerűen ennyi impulzus jön ki a tolómotorból, hogy mi azt 2000 fok pontossággal elméletileg rá tudjuk állítani a műholdra. Ugye gyakorlatilag azért ez a vas szerkezet, amire föl van szerelve, azért ennek van hőtágulása, tehát nem nulla a hőtágulás, amiatt egy picikét azért mozog a rendszer, de egyáltalán nem jelentős. Tehát gyakorlatilag ezeket az antennákat most már kb. 2 évvel ezelőtt bekalibráltuk, akkor volt egy ilyen kalibrálás, és azóta nem kellett hozzányúlni, ez folyamatosan 24 órában megy, gyűjtik az adatot, és nem veszett el a műhold, pedig ugye körülbelül mindkét antennát olyan 20-30 másodpercenként mozgatja a követőrendszer. Tehát ezt a csillagászoknak szerintem ez nem újdonság, tehát ott ugyanígy követni kell. A szél nem befolyásol? A szél látszik rajta,
a szélnek a hatása, de nem jelentős. Hát a mechanika úgy lett megtervezve, hogy 200 km/h szélig elvileg bírja, és tehát idáig nem volt vele probléma. Köszönjük szépen. Még valakinek esetleg közbeszédbe jutott? Igen. Esetleg az antennákkal kapcsolatban már felmerült tényleg, hogy hogyan leköveti, mert ugye ez nem egy pont fölött áll a Földön, hanem van egy merőleges elmozdulása, azt hiszem, ahogy volt mutatva a műholdnak. Igen. Most még annyi lenne a kérdésem, hogy a megtalálása hogyan történt, amikor frissen föl lett lőve. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. És ha tényleg ennyire kicsi a hibatűrés, akkor hogy lett megtalálva az antennákkal? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert a csillagászoknak könnyű, mert ott van a kereső távcsőbe, belenéznek, és akkor nagyjából tudják. Tehát itt ugye nincs kereső távcső, nem lehet hova belenézni. A következőt csináltuk. Tehát ugye, hogyha valaki mondjuk a ház tetejére egy műsorszóró műhold antennát telepít, akkor azt úgy szokták csinálni, hogy fölmegyek, nagyjából beállítom, és utána mondjuk egy kis tévét oda teszek, és addig mozgatom az antennát, amíg teljesen jó nem lesz a kép. Tehát nagyjából így lehet. Most ezeknél a következőt csináltuk, nagyjából szögmérővel és egyébben beállítottuk a műholdnak a pozícióját, tehát fölmentünk a tetőre mondjuk 12 órakor, előtte megnéztük, hogy hol van a műhold, nagyjából azért néhány fokpontossággal be lehet lőni kézzel. És akkor utána kellett írni egy szoftvert, ami egy téglalap alakú területet így végig szkennelt az antennával, tehát az antenna letapogatta azt a területet, és megkerestük benne a jelnek a maximumát, és akkor már tudtuk, hogy hol van a jelnek a maximuma, és ez volt a kalibráció. Tehát amit én az előbb mondtam, hogy 2 évvel ezelőtt csináltunk egy ilyet, tehát kb. 2 évvel ezelőtt volt, hogy motorokat kellett cserélni, mert elromlott a motor, és ezért újra kellett kalibrálni a rendszert, tehát ez így zajlik. Tehát viszonylag egyszerű módszer, de Ez így elég jól bevált. Én azt szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy mennyire tud majd válaszolni erre, hogy a környezetszennyezés hogyan befolyásol valamit, hogy ebben az adat átvitelben, ugye a dányban meg a vevésben, mert de nem egyszer hallom, hogy Budapesten is mogriadó van, meg ilyenek, hogy ez van, milyen hatással van erre a működésre? Hát szerencsére azért annyira nem rossz a levegő Budapesten, tehát ez nem látszik. Ez nem látszik benne. Egy sztorit erről el tudok mondani, hogy néhány évvel ezelőtt nekünk volt szabadtéri optikai összeköttetésünk, tehát az lézer pont-pont összeköttetés volt, hasonló, mint a mikrohullám összeköttetés, csak ott ugye ilyen infravörös tartományt 1000 nanométer környékén ment át a jel, és ugye, ahogy elmondtam, hogy a esőcsepp mérete, ha összemérhet a hullámhosszal, akkor az erősen csillapít. A lézernél mi csillapít? A pára és a köd. Tehát ott a lézernél a hullámhossz az a köd részecskéknek a mikrométeres hullám, vagyis mikrométeres nagyságával függ össze. És ezért mi csináltunk egy ilyen ködsűrűségmérő berendezést. Na, tehát most akkor eljutok nagyon a végéhez. Tehát a ködsűrűséget mértük, és nagyon szépen látszott, hogy amikor ködös volt az idő, akkor a szabadtéri optikán a jelszint az drasztikusan leesett. Tehát az még rosszabb, mint az eső a mikrohullámnál. Tehát ott gyakorlatilag pillanatok alatt megszűnik a jelátvitel. És ennek folyamányaként Budapesten, ahol az egyetem van, az egy elég forgalmas központ, és a forgalom miatt a smog az látszott a ködsűrűségmérő berendezésünkön, hogy nem volt köd, de mégis látszott, hogy megnövekszik a részecske koncentráció. Ráadásul látszott, hogy reggel volt egy csúcs, aztán délután egy csúcs, úgyhogy ezt egyébként a környezetszennyezés mérőállomások ezeket mérik. Csak mi ezt egy kicsit más módszerrel mértük, tehát milyen optikai szenzort csináltunk. De ebben itt nem, ezt nem befolyásolja.
Ugye éppen a kísérlet közben volt Magyarország ÉZA-tagsága. Jelentette ez valamilyen előnyt, vagy a jövőben fog-e jelenteni a pályázatokban, vagy hasonló típusú munkáknál? Igen. Hiszen itt látszik egy laikus számára, mint nekem is, hogy ennek gyakorlati jelentősége is van a kommunikációs kísérletnek. Igen. Tehát 2015-ben lett Magyarország ÉZA-tag, és ugye azóta az a változás történt, hogy az ÉZA-nak van egy pályázati rendszere, ahol különféle projektekre lehet pályázni. Tehát gyakorlatilag bárki bármilyen projektre pályázhat szinte, de itt viszonylag kevés eséllyel lehet pályázni, de van egy folyamatos pályázati lehetőség, ami direkt Magyarország számára írtak ki az ÉZA-nak, az ÉZA kiírta Magyarország számára, és itt lehet próbálkozni. Tehát ez a projekt, amit mi csináltunk, ez ezen a pályázati rendszeren keresztül ment át. Mondjuk egy picikét még az ÉZA csatlakozás előtt kezdődött a kommunikációs kísérlet, és ahogy most mondtam, hogy szeptemberben valószínűleg meghosszabbítják az Alfaszat kísérletnek az időtartamát, tehát addigra mi tervezünk beadni egy újabb pályázatot már ennek az ÉZA pályázati rendszernek a keretében, hogy folytatni tudjuk a kísérleteket. Természetesen a vevőállomásunk működik még, de azért eszközöket folyamatosan venni kell hozzá, és hát azért emberi erőforrás is szükséges hozzá, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog a pályázat, és akkor megint folytatni tudjuk ezt a dolgot. Hallgató van elég jelentkező? Hallgatók vannak, igen. Hát ahogy itt próbáltam mutatni, hogy végül is 10 diplomaterv készült ebből. Ez a múlt és a jövő. A múlt. Hát a mi tanszékünknek van egy űrtechnológia tantárgya egyébként, ami most már lassan 10 éve a villamoskaron egy tantárgy. Régebben szabadon választható tárgy volt, most egy ideje kötelező tantárgy lett egy bizonyos szakirányon. Az űrtechnológia tantárgya az egy ilyen átfogó tantárgy, tehát nem csak telekommunikációval foglalkozik, hanem megpróbálunk végigmenni az összes ilyen, hát mindenen nem lehet végigmenni, ez egy egyfél éves tantárgy, de megpróbálunk egy átfogó képet adni arról, hogy az űrtechnológiába mi tartozik. Tehát ugye az űrtechnológiát meg az űrkutatást azt nem szabad összekeverni. Ugye a technológia az, amit főképpen mi csinálunk, tehát a mérnöki része. Az űrkutatás az egy másik dolog, amikor a fizikusok vagy a csillagászok kitalálják, hogy most jó lenne egy ilyen berendezés, és akkor azt ők megálmodják, aztán az űrtechnológusok megcsinálják. Jó esetben. Igen. Úgyhogy, hát ennyi. Még valaki beszorult kérdés? Ha nem, akkor nagyon szépen megköszönjük ezt a élvezetes előadást, és tapsoljuk meg.